minden szavakba önthető, mert hogy nem egy narratív előadás. Nagyon sok vizuális gag volt benne, nagyon sok túlzás, nagyon sok humor, irónia. Megerősíti azt a benyomást, hogy nagyon termékenyek együtt. Különböző kultúrák és különböző táncformák jelentek meg az előadásban, a diótörő paródiától, akár egy törzsi táncig. Legalábbis nekem így ezek az asszociációim voltak. A darab objektíven veszi szemügyre, hogyan lesz a test önmagunk és mások mestermunkája, tehát ők ebben az értelemben választották a mestermunka címet. Nekem viszont egy más dolog jutott róla eszembe. A középkori céhekben volt ugye a mestermunka, amikor egy inas vagy tanuló elkészítette a mestermunkáját, amikor cég mester szeretett volna lenni, és mondjuk adott esetben önálló vállalkozást indítani, és nekem ez az értelme jutott eszembe a mestermunkának, több okból kifolyólag, azért, mert ugye, ahogy említettem, ez most az első önálló munkája ennek az alkotópárosnak, Cuhar Kelmesének és Molnár Csabának, és én azt éreztem, hogy ebben most egy picit úgy összegződik is mindaz, amit tőlük eddig különböző formációkban láthattunk, azok a stílusjegyek nagyon szépen megjelentek, és ebben az értelemben éreztem ezt az ő mestermunkájuknak, amivel leteszik ők úgymond a névjegyüket, és elindulnak most már akár közösen, akár egyesével is egy ilyen alkotói úton. Alapvetően leginkább a testről, a mozgásról és az emberi fizikumról szól számomra. Színlap szerint az első közös alkotásuk, habár már nagyon régóta dolgoznak együtt különböző formációkban, illetve közben egyébként bemutatódott a Pandora szerencéje, ami végül hamarabb született meg, mint ez az előadás, illetve gondolom párhuzamosan születtek meg. Ez a mestermunka azért volt érdekes, mert hát szerintem néhány héttel van a Pandora szelencéje után, és hát teljes áthallás volt. Tehát a Pandora szelencéjének, én azt gondolom, a ötleteiből sokat átmentettek ide. A két alaknak ez a színessége még jobban bele volt rakva ebbe a tőlünk eltartott térbe, és ez megint csak itt működött. Színesek voltak, erősek voltak, nem volt baj, hogy nem voltak annyira közel hozzánk. Jelenet részeket átvettek belőle, ötleteket átvettek, és ugyanaz a nagyon nagy látószögből ránézés volt a világra, amiben ebbe a őrületbe vagyunk, az ő generációjuk is, a mi generációink is, a nemeket se lehet tudni, a semmit nem lehet tudni. Nagyon erősen letett darab, ebbe a térbe kifejezetten illik. Hát azt gondolom, hogy a vizualitás ezekre a trúzásokra, harsányságokra épített, és ez a tartalomban is megjelent, ugye például megjelent ugye a mesztelenség is, ami szintén nem idegen ettől a két előadótól, és ez is nagyon vicces formában jelent meg, amikor például balettparódiát, meg musical paródiát adtak elő, Fapapusban ugye utalván mondjuk a rosszul őrzött lánynak a híres táncjelenetére, de mindez közben diótörő zenére, tehát ez volt egy ilyen többszörös csavar a dologban. Ezek azok a bizonyos túlzások, harsányságok, amik jellemezték vizuálisan és tartalmilag is az előadást. Minden meglévő dolog kinevetése benne a nemzeti őrülettel, az identitással, a nemi identitással. Itt vagyunk egy világban, és akkor nincs mihez nyúlnunk, és csak kiröhögünk mindent, amivel eddig találkoztunk. Aztán, hogy mi lesz a helyén, hát az kérdés. Ez az előadás szintén nem egy ilyen felemelő élménnyel küld haza minket, szembe például a Pandora szelencéjével, az szórakoztatóbb volt.
Az elején, amikor elkezdtek mozogni, akkor a beat jutott az eszembe egy kicsit, és ez a folyamatos mozgás, igaz, hogy másik mozgásformát választottak ők, de hogy ez a fajta dramaturgiai építkezés, az elején ezt jutotta az eszembe, de aztán teljesen másra futtatták ki a dolgot, mert ott ugye inkább egy ilyen férfinői történetet látunk itt, meg azt hiszem, hogy ha lehet így mondani, akkor test történeteket. A darab első legalább 15-20 percében gyakorlatilag érintés nélkül, egymástól függetlenül léteznek, ritmikusan mozognak. Ezek mindenféleképpen egyfajta szabadságot, egymásra találás, de közben egyedül létet, és azt jelképezik számomra, hogy az emberre annyiféle hatás zúdul, de aki szeret táncolni, szereti az életet, az lényegében minden területen otthon lehet. Egyébként a szerkesztés számomra hasonlított most pont a Hód Adrián legújabb darabjára, a Déli bábra, amiben ugye mindkét táncos benne volt, tehát lehet, hogy azért egy kis tudattalan hatás megjelent itt. Ott szintén az volt a felépítés, hogy volt egy hosszabb ilyen úgymond tiszta táncos, bár eléggé sajátos univerzumot felépítő mozgásszekvencia, és utána ilyen különböző picit parodisztikus, vicces, ironikus tánc-szkecsek voltak. Na most itt ez ugyanígy megjelent, a különböző kis vicces jelenetek következtek ezután az első hosszabb rész után. Mindenképpen azt gondolom, hogy van benne egyfajta eklektika, de azt gondolom, hogy ez szándékos is, és hogy ez amiről beszéltem, hogy ez egyfajta stílus jegye ennek a két alkotónak. Nagyon különböző zenéket használtak különböző etapokban, de mindig magához a mozgáshoz nagyon szorosan kapcsolódott. Reflektált rá, reagált rá, hol szép pillanatokat, hol pedig kifejezetten vicces pillanatokat okozott. Egyébként de eklektikus volt, csak engem ez nem zavart. Úgy érzem, hogy a sokféleség ellenére mégis egy koherens előadás volt, amiben az összekötő kapocs az az emberi test és a tánc. És igazából szerintem itt ennyi elég volt, és ez működött. Az elején testfestésben jelennek meg a táncosok, tehát gyakorlatilag egy alsó nemű, meg ezen kívül testfestés van rajtuk, nagyon rikító színekben és vicces formában, ami aztán az idő elteltével hát folyik le róluk és kenődik el, illetve a színpadot is elég rendesen bekenik vele, meg egymást is. Nyilvánvalóan ez nem egy véletlen dolog volt, tehát nyilván ők ezzel kalkuláltak, de hogy különösebb jelentést, ha akarok, tudok hozzá társadalni, nem feltétlen akarok. Ha akarnék, akkor azt gondolnám, hogy ez egyfajta ilyen romlás, vagy mi a jó szó erre, dekonstrukciónak, ami egyébként alapvetően szintén azt gondolom, hogy nagyon jellemző a Hoodworks munkájában. Most nem akarom mindenáron ráerőltetni, hogy ők itt annyira a Hoodworks befolyásolat vannak, de nyilvánvalóan azért ez a fajta szemlélet megjelenik. A testfestésről még annyit feltétlenül, hogy ugye lerázzák, leízadják magukról egy idő után, de az első nagy egymásra tapadós, kicsit erotikus találkozásuk után nekem beszédes, ahogy összekenik egymást a festékkel. Tehát ez a két egyed, férfi és nő egymásra tapadását is egy sajátos nyelven jelenti, illetve akkor áll össze ez a gondolat bennem teljesen, amikor a legvégén Molnár Csaba egy ilyen hatalmas fekete zsák szerűben kúszik befele a színpadra, és saját
tudatosan, egyszerűen bekebelezi Cukorka Emesét, és valahogy így egyé válnak a zsákon belül, egy halmaz, egy közeg lesznek. Nagyon szép pillanat volt. Nekem egy olyan érzésem volt, ugye a Pandora szelencéjébe szintén be vannak kenve, nem mindig látszik, mindig amilyen fényekkel meg vannak világítva, az fluoreszkál. Itt végig az volt az érzésem, hogy majd egyszer le fogják húzni a fényeket, és ultraibolyába, vagy nem is tudom, miben, amiben látszik, UV-be, abban ezek így majd előtörnek, de nem. De így is nagyon-nagyon látványos volt, hogy egymáson elkenődtek, egymásba folyt ez a két fura test. Amúgy is Cukorka Emese meg Molnár Csaba együtt azért nagyon izgalmas, mert Cukorka Emese szerintem mindamellett, hogy nagyon nő, ő nagyon maszkulin, egy hihetetlen maszkulin valaki, Molnár Csaba meg az ellenkezője, ő egy törékeny férfi, bármilyen izmos is, és ezért így, ő velük működik. Az a dolog, amikor két test között nem kell, hogy kémia legyen, nincs kémia, sőt, az a lényeg, hogy egy olyan világot mutat meg, ahol két test között már nincs kémia, két tökéletes test, semmit nem tud egymással kezdeni. Mondom, én azt gondolom, hogy ebben a két emberben nagyon komoly potenciál van. A Pandora, én azt gondolom, hogy egy sokkal nagyobb falat, egy pontosabb, jobb előadás, főleg, hogy ott be vannak rakva közénk, egészen más energiák vannak. Ez pedig egy kicsit távolabb rakott, kirakattabb rakott, de ugyanebből a világból szól. Szerintem ebben a két emberben még sok van együtt. Alapvetően, ahogy az elején mondtam, én ezt az egészet egy mestermunkának értékeltem, tehát mindannak az összegzésének, amit ez a két előadó magával hozott, egy nagyon szép stílus bemutatónak, viszont számomra most ezen nem nagyon tudott túllépni a darab, tehát olyan mélyebb tartalmat, vagy nagyon nagy újdonságot nem hozott számomra tőlük. Igazából ez volt az, amit egy picit hiányoltam, de közben meg érdekes volt, és jó volt látni. A színházban én azt gondolom nagyon fontos, hogy érdekes legyen, amit látok. Gondolkodom is szívesen, de az érzékeimre olyan értelemben is hat, hogy nem tudom a szemem levenni, és izgalmas, érdekes, az nagyon fontos. Ezt a nem is rövid előadást az első perctől az utolsóig nagyon élveztem, nagyon követtem, nagyon figyeltem. Azt láttam az előadásban, hogy az emberi testet olyan különböző szituációkban mutatják meg, hogy ugye látjuk meztelenül, látjuk festve, látjuk felöltöztetve, látjuk különböző tárgyakkal újra értelmezve, mint például ez a nagy legyező, és ugyanakkor látjuk különböző táncformákban, különböző mozgásformákban, és minthogyha különböző, tényleg azt érzem, hogy különböző kulturális és történelmi kontextusokban. És mindezt úgy, hogy nem erőltetve, nem belemagyarázva, hanem egy nagyon szép és tartalmas tánc előadásban. Nekem ez volt a véleményem.